Erőtök is sikert, kedves bajtársak! Itt a Gavel Game Channel, Raptor Ölmester pedig szolgálatra jelentkezem is, mint ahogy láthatjátok. A Settlers-t fogjuk folytatni. Ugye az előző részt botoljuk addig, hogy egy elég szivatos pályán jutottunk túl. Ugye majdnem 3 óra hossza volt. Úgyhogy megpróbálunk a következő részben egy picit jobban odafigyelni. Szerintem a védekezést egy kicsit erősebbre kell venni, már rögtön az elején. De folytassuk is, és akkor nézzük, hogy mit tartogat még számunkra ugye maga a kampány. Úgyhogy, mint ahogy láthatjátok, ez a harmadik fejezet, és akkor Monastery lesz a neve, és már jön is a videó szerintem. Bandits have occupied large parts of this island, and the Jorn try to hold them back. As the villagers fight to defend their homes, a group of new allies arrives ashore. Igen, és úgyis lesz egy kis megbeszélés. Can you smell that? This is the foggiest place you will find anywhere. Don't you too love that smell of earth, peat and water? All I smell is the scent of rot and sulfur. Ah yes, how could I forget that? That originates in the hot springs that flow below this land. Some people say there's even a hot spring somewhere right below the monastery. I am very curious to know more about that place. I have gone through all the books I have on the Veiled Islands, but I didn't find any mention of a monastery. Well, there's not much to talk about. The Order doesn't want any intruders to interfere with their peace and quiet. They love to meditate in the swamps, and they consider it to be a great challenge doing so without covering their arms and heads. That is curious indeed. What is so special about that? Oh, wait. I think I understand. The bugs in this area must be quite a plague. Am I right? Exactly. Countless blood-sucking insects live and breed in the shallow pools of water in the area. Some of them are even known to drain a grown person of all their strength for days, if bitten a lot. The monks and sisters living in the monastery really must be hardened. But our people are not. We can't stay here very long. So please, would you mind telling us why exactly we are here? My friends in the Order reached out and reported a raid on this island being imminent. I suppose the bandits have come here to compensate for their recent losses. The bandits plan to attack the monastery. That's just the thing. I'm not worried about the monastery, but the village nearby surely will need our help. I'll start to investigate the area immediately. Okay. Azt mondja, picit föl kéne fedezni, mert nem sok fa van itt a környéken, ahogy nézem. Ez nem lesz olyan határozottan jó nekünk. We're prepared. Of course. Ready to serve. Maybe the fighting will be over. Derítsük itt fel a környéket gyorsan, és próbálj meg minél hamarabb. Enemy in sight. Nagyon jó. Van ide kell fa. Itt van kő. Ez jó. Itt a halak lesznek ugye az erősek, meg a kikötő. Itt ezen a része szerintem a halak. Van, itt pedig a kikötőnek kapott helyet, jó? Itt vannak nyersanyagok. Oké. Van, ez újra nő. Az jó. Goods are heavy. This is my easiest job today. Elég messze van a raktár. Our scouts discovered a landmark. You need protection? Körbe vagyunk véve, elég becsületesen. Ez pedig egy zár. Oké, tehát két oldal az, ami nyitott, tehát hogy két oldalról jöhetnek, eléggé be vagyunk zárva.
Kitörés mondhatni nem olyan egyszerű. Ja, kvarikra meg ezekre van minél hamarabb szükségünk. Kialakítjuk az alap dolgokat egyelőre. Ugye itt elég jól be tudunk menni az erdőbe, és tudunk elég sok izét összehozni. Építsétek azt az utat gyorsabban. Oké. Okay. You need protection? Hát igen, az kéne. Az igen. Ez a szövetségesünk lenne? Valószínű. Kicsi a terület amúgy. Lássatok, fiúk. Kell a terület, minél nagyobb területet be akarok húzni magamnak. És házak is kellenének. De ahhoz meg ugye a deszka kell, meg a fa. Miért nem engeded ide letenni? Van ott azért. Jó. Ezt húzzátok be ezt a területet? De fogunk házakat rakni, az biztos. Egyre kettőt le tudunk pakolni. De barkácsoljuk őket. Ugye ez már adni fogja bónusz, kell még úgy ember, meg kevesen vagyunk. Amennyire lehet beásunk a belső részbe. Na jó. This needs to be delivered right now. Na, mondjuk itt nincs is nagyon útba. Kéne ide valahova egy másik favágó. Száz százalékban működik, jó. A kajából még tudunk gyűjtögetőt letenni. This needs to be delivered right now. Delivery coming through. És akkor a kő az egész jól jön, viszont a deszkából elég ramatyul állunk. Most az a kérdés, hogy fognak ezek támadni, vagy sem.
soldiers. Még kevés az emberünk. Idáig el tudunk jönni. Meg itt is kb. Szerintem idáig. Meg itt ezt a részt kéne nagyon behúzni. Így talán. Nézzük. Ez jó ötlete így. Vagy sem. Két ház. Oké. A populáció még kettő szabad, akkor ők itt ezt meg is oldhatják, ezt a problémát itt nekünk. Ezek is újra nőnek, igen. Akkor itt egy egész jó kis erdős terület van. Itt meg ugye a vadászhoz fog vadászni. Még lennének bogyók, de azok nem kellenek. Kettő szerintem abból is elég lesz. Itt a halak hogy vannak? Aha, itt van. 6 darab, tehát 2 orgászt ide le tudnánk tenni. Majd ha arrébássák a határt. Oké, itt is kész vagytok. Hát igen, ezt most itt... There's nothing I can't carry. Így. Mondjuk, hogy gyűjjön a deszka meg minden. As long as there's peace, I'm fine. Oké. Okay. Szépen jönnek a cuccok. Szépen termelünk mindenkit. Nagyon sok bogyó van amúgy, tehát itt is vannak bogyók, meg itt is. Ezek még nem támadtak ránk. Talán ezek se. Oké, okay, lassan megvagyunk. Jel ide 2 horgász, az biztos. Arra tudnánk kikötőt letenni. Ha így teszem meg... Meg így. I love these deliveries. Jó, hát nem támadtak meg minket szerencsére. Úgyhogy most egyenlőre jók vagyunk. This isn't heavy at all. Fogok letenni a tornyot. Tehát ahogy tudok. Tartok attól, hogy ezért ránk jönnek is, vége lesz mindennek. Hát ezt itt jó befejeztétek, srácok. Erről le tudok tenni több kikötőt is. Hogy állunk deszkával? Nő, mint az állat, úgyhogy leteszünk még egyet ebből. De előtte... kevés az ember.
Hogy ezt később el tudjuk adni, hogyha úgy van, tehát hogy azzal nem lesz gond, az is újra nő. Egyelőre kialakítunk egy stabil gazdaságot, meg elkezdjük a fejlesztést. És nagyon sok izét foglalnak. Őre viszont figyelnünk kell, abból kevés van. 10. Úgyhogy itt lesz két torony. Majd. Most egyenlőre egy itt. Minden izét belaktak. Elég a tornyokat. Problémás, amúgy ilyen kevesen vagyunk. Szerintem itt ezt belakásozzuk. Együtt végig. És akkor ide meg majd teszünk valamit. Olvassátok azt a deszkát, mert bajok lesznek, ha nem. Erről is kell majd egy torony. Aha. Itt szerintem a gabonával tudnánk nagyon jót kereskedni. Uhuhuhuhu. Azért ezeket nem rohanod le csak úgy, hogy jó van akkor. Tehát itt azért kell az idő. Védelem. Vigyük magunkat erről is, vagyis hát inkább teszünk a tornyot, mert be nem védeni nem fogjuk tudni. Aztán pedig jöhet a kikötő. De ide biztos, hogy teszek le egy izét. Mennyi a izé? Hát, ez így stagnál. 32 megállt, akkor pont jó vagyunk. Hát ide, szerintem. Egyet. Akkor majd ide is tudunk egyet letenni. Ha lesz fa elég. De mindig nagyon elfoglaltak az emberek. Még növelünk a épületek számán akkor. Itt még van azért kő. Úgyhogy a következő a kikötő. Akkor már utána tudunk kereskedni. Utána már jók vagyunk. Túl mély kör is kell majd egy, de előbb a kikötő.
20 kell hozzá, hát ez sok. Ezeket megdoppingoljuk egy kicsit. Halunk az van, tehát hogy azzal nem lenne gond. 3-4 ember szabad? 4-7? Oké. Okay. Gyertek nekik halat. Kicsit pörögjenek föl. Én nem tudom, hogy figyeltétek ám, de amikor visznek be halat, akkor ugye az üstbe teszik le, tehát konkrétan ugye oda teszik főni nekik a cuccot, vagy sülni. Úgyhogy ez ilyen érdekes, hogy utána fog majd szépen növekedni a boost. Ó, hozzák már a halakat sorba. A helyzet csak mindjárt. Hopp! Be az üstbe. Az is. Ezek itt kevesebben vannak viszont. És kapnánk fegyvereket. Mint a másik oldal. Itt azért elég veszélyes. Ha fogalmazhatunk így, hogy veszélyes. Oké, még kell egy kicsi. Ez még mindig nem boostolódik. Pedig a halat fogyasztja rendesen. Ez már 115%-os, de ez még mindig semmi. Na most kezdett 105. Ah, most ment kajálni a faszikám. Oké, 19, és jöhet az első kikötő. Le tudunk tenni egy párat. Még ide is. A... Most egyenlőre ezt ide bekötöm, de majd itt végül fog vinni az összes kikötőn egy utat, és akkor lesz egy fő út, amiben lesz kötve. És egyenlőre úgy jöjjön a deszka. Ezre most nincs szükségünk. Toolmaker viszont mindenképpen kellene. Ez itt pont el is fér. Lehet, hogy gabonásat kéne végre tenni kajából, ugye, hogy termelje minél többet nekünk. Húszra csukkent a kőszám. Kelni fog kenyér is. Csak úgy azt hova tegyük le? Ez még aránylag nincs messze szerintem. Nem tudom ide betenni, ne idegesítsél már.
Kellene pék is. Így. Lesz majd kenyér elég. Hús, kenyér az van. Úgyhogy eddig jól állunk. Igen, ezzel is tudnánk termelni szamarakat. Ezt majd később. Egyenlőre a bogyók azok mehetnek, mert arra nincs szükségünk. És akkor viszont jöjjön a... Ez működik, jó. A bogyóból baromi sokat tudnánk kiszedni. És olyan rossz pénz, hogyha van elég sok belőle. Mindjárt lesz neked is, és akkor utána jók vagyunk. Elhúzok egy utat, és kellene még farm. Viszont majd mehet két ház. Toolmakert végül letettem, vagy csak akartam? Csak akartam. Nem, van egy valahol. Ja, itt van, pont mellette. Oh. Fától az erdőt szindróma. Ha behoznék egy utat, lehetne két ház. This needs to be delivered right now. Enemy in sight. Különösebben érdeknek bejönnek, bár ezek kevesen vannak, tehát hogy azokkal még lehetne valamit kezdeni. Messze van a raktár, nem baj. Megoldjátok. Megfogyatkozott a kő. Jól, na meg tudnánk boostolni, de... 232 van minden. A rencs az elég nagy. Még így is tudok farmot letenni. Úgyhogy úgy van. Aha.
Ő kellene nagy uram. Just one more delivery. Hat kő. Hú-hú. Ezt megcsináljuk pedig. Enemy in sight. Jó, hát azok nem számítom. Gyerünk! Szamarat kérnék, köszi! Csináljunk fogunk kocsikat. Gyorsabb legyen a szállítás. Azt még nem tudom, hogy hova tesszük le. Ezt is hova tesszük le. Ez akkora nagy, mint a ház. Ott legyen ott. Jó messze van a főépülettől. Teszem. Trade completed. Hát, kövünk az nincs. Ez 16-ba kerül. A kenyér, ez viszont 13-at, és 19 a liszt. Tehát úgymond a lisztet érdi meg legjobban eladni. Nagyjából kész vagyunk az építkezésekkel. Ezt visszavesszük, ezek itt megkapták a boostot. És... az, hogyha leteszem a furnace-t, a bányát, vagy a... tudjátok mit? This needs to be delivered right now. This field is huge. Mondjuk így. This is my easiest job today.
6 gabona kell hozzá. Ez komoly. Nem, ez farm kell még. Trade completed. Szóval kutatni meg kellene. De mi kell? 20 darab deszka? Bolond vagy? Szóval, nagyon jó. Akkor ezt miért nem tudjátok? Hát, ezt nem tudjuk. Támadás, azt legalább támadást még nem kaptuk. Hát inkább így mondom, hogy még nem kaptunk. Research completed. Ez kész, ez is. Hát, 4 engineer vigyel el a cuccot. Az a baj, tehát hogy mondtátok, hogy a múltkor miért nem építettem föl a palánk mellé. Azért, hogy odáig el kellett volna vigyem a határvonalat. Tehát a határjamat ki kellett volna terjesszem. És ez nagyon sok idő lett volna odáig fölásni, hogy ott tornyokat tudjak építeni. Tehát csak ugye a határon belül tudok tornyot elhelyezni. Így ezért nem is foglalkoztunk ezzel a dologgal. Oké. Húsunk az van. Mehet a hús, mert azt még úgyis fogtok hozni. Kis barátaim. Ezek az engineereket nevelik. Ja, van kenyér, hagyj jöjjön. Toltuk egy picit a gabonát. Az egy raktárnak az átka az, hogy egymásba akadnak.
tűnni, csak három szamár van. Kéne gyártsál majd, köszi. Mondtad, hogy most megteremtjük a stabil alapokat. Oké, még kettő fa. És deszka. Viszont egy kő. Research completed. Kimehettek. De közben jött a következő kutatás, hogy megpróbálunk mindig folyamatosan kutatni. Így erősebbek leszünk a banditák ellen. Több HP-val. És megpróbálunk őket ide csalni. Valami ijjásszal rájuk lőni, és akkor visszafutni. És akkor hát, hogyha a torony intézni a többit. Mondjuk ez csak a terv. On patrol. Order received. Enemy in sight. Tehát okosak nem jönnek rám. Moving out. Trade completed. Szétközve a hajunk. Research completed. Szóval kész a kutatás. Legyen ez. Terjeszkedj. Ja, hogy ez 8 percenként fog. Ah, ez nagyon jó. Oké, ez tiszta sor, de itt nem tudom ezt kiásni, az a baj. Jó, ez működik, ez viszont nem. Ugye össze, hogy kell a vas. Az a baj, hogyha rájuk rontok, biztos, hogy el fogok hullani. Ezt kéne kikutatni. A milícistáinkat. Ha ez már két pajcs kell, 45 HP-val megnöveljük őket még. Ready to research completed. You need protection? Igen. Mondjátok be, amit betudtok, és akkor reméljük, hogy mindjárt ez legyárt egy darab ilyen alabárdot, vagy mi ez. Ennyire még kicsi az, amit ugye a hajók tudnak szállítani, úgyhogy nem aggódunk. Ellenben tudunk csinálni másik kikötőt. Van, és akkor ide majd még egy el fog férni. Hát ez volt a tervem amúgy. Research completed. Ez az. Hordjátok be, srácok, a cuccot! Jó, tudom, hogy messze van, de majd megoldjuk. Kár, nem lehet az ilyeneket áthidalni valahogy. Thank you.
Oké, lassan gondolkodnék, hogy hova tesszük a katonaságot. Annak is elég nagy hely kell. A tréningnek. Úgy itt vannak ezek. Hát... ide-ide fér, ez olyan hülye helyen van. Meg ide is, de itt akkor csak egyet tudunk letenni. Ezek a hülye fák itt vannak, nem lehet valahogy őket eltüntetni? Mehet? Vigyázzat kell hozzá. Aha. Mi szén problémával küzdünk. A hajó most elment. Ez pedig most lett kész. Úgyhogy ő pedig most hozni fog nekünk szenet. Ez kell nekünk a 100% bandita támadás. I love these deliveries. This is my easiest job today. Kevés a helyem úgy itt, ahol tudok építkezni. Tehát, hogy ez egy elég jól feltűnt számomra, hogy elég jól beszorított a játék ide. Most elvehetem itt ezeket az értékes területeket. Megint nulla ember, ugye a két hajót, hogy töltik fel, az rengeteg embert megemész. Azt ott meghagyjuk. Hú, ez jól nézett ki. Enemy in sight. Jó, jó. A házakat. Minél több van, annál jobb. Megjött? Nem, még a pénz hiányzik. Meg a bogyók hiányoznak. Ready for duty. Moving out. Ready. On patrol. Most komolyan ezt ide betettem, és nem tudnak ott elmenni? Ne idegesít. És nem tudnak ott elmenni. Hát ezt beszívtuk. Ezt beszívtuk. Amit tudunk. Hát ilyet tesz. Ezt, ilyet hol teszek le? Például. Nincs annyi hely. Hát itt ezeket el kéne pusztítsam ahhoz.
kicsi ez a terület, ahol így kezdhetünk. Van ott egy ilyet. Így tudnám letenni, de akkor nem lesz ízi. Nem lesz még egy kikötőnk. This needs to be delivered right now. You need protection? Yeah. Gods! Törjünk itt át rajtuk. És foglaljuk itt be ezt a területet. Enemy in sight. Oké. Moving out. Just a scratch. Moving out. Ez az izé. Our scouts discovered a landmark. Jó, de sokan vagytok ti is. Ugye támadás most nem ér minket. Szerencsére, vagy kopogjuk le. Meghozták a szenet. Meg a pénzt. A kovácsból is kéne több, meg ebből az olvasztóból is. Trade completed. Adjunk el. Trade completed. És adjunk el. Ha kész lesznek a szamarak, jobb lesz szerintem. Milyen dugasz lett itt. Oké. Az is lassan megvan. Kövünk még van. Úgyhogy... szerintem ezt meg kell lépjük. These goods are heavy. Recruitment complete. This needs to be delivered right now. Az építészek bajban vannak, mert rengeteg tucat kell csinálni. I need some rest. Itt is van kő. Just a few bruises. Van valami mocsár. Research completed. Just a scratch. Our scouts discovered a landmark. Jönnek healerek. Itt. Itt a healer, segítek. Ki kell hozzá. I don't feel very well. Ide nem tudunk feljutni valahogy. Enemy in sight. Our troops are fleeing. Aha. Ott az ellenség. Jöhetünk vissza. Oké. Okay.
Még várnak egy követ. Ki viszi oda a követ, srácra? Valaki dobja már ki a... hogy hívjákból. Köszi. Szuszhatjátok, az se baj, hogy a szamarak viszik, köszi. Egy. Nagyon jó. És akkor nagyjából megcsináltuk a felfedezést. Ide át fogunk terjeszkedni, itt hamarosan ugye ezek rá fognak térni az épésőt, mert most ráérnek, úgyhogy léci, fogjatok neki ennek a kiásásnak. És ugye átterjeszkedtünk ide, akkor tudunk építeni különböző cuccokat, mert ez itt nem jó helyen lesz, ezt már látom. Ugye a szamarak szerencsére gyorsabban hordják most már befele a cuccot a hajókba. Lesz pénzünk, 2200 van, még ugye ezt is kikereskedjük. Csak utána tudunk vasat, aha, csak ugyanígy deszka kell. Jó. Na, itt szépen dolgoznak. Ugye nagyjából gyűlnek a cuccok. Ugyanígy deszka kell a vasak, meg ennek a kitermeléséhez. This is my easiest job today. Megnézzük, hogy ide a kikötő. Inkább legyen három kikötőnk. Mert a játékban szerintem ez a legerősebb, a kikötőzés. Tehát, hogyha folyamatosan tudnak jönni menni a hajók, akkor ez tökéletes. Hát most nincs olyan, amit el tudnánk adni. Esetleg a deszka, de azt most egyelőre hagyjuk. Mert az kellni fog. Jöhet egy kis vas be. És így ezek meg lesznek erősítve. Nyersanyag termelésben. Ezt leteszem szerintem ide. És kell nekünk még egy kovács. Akit a játék nem akar ide engedni, hogy letegyem. Pedig olyan jól kinéztem, hogy itt el fog férni. Hát ide. Ide engedi. Úgyhogy jó. Ők itt szépen nyomatják a dolgokat, és ha visszamennek, úgy látom építkezni, nagyjából itt fölásták a területet. Rengeteg amúgy, ahogy hívjákunk. A bogyó, amiket ki tudunk szedni, és azért a bogyóból is lehet pénzt, meg húst is tudunk elég jól farmolni. Úgy itt is fát. De ezt itt mindenképpen ezeket át kell tegyük. Ezek itt nem lesznek jó helyen. Igen, átállítalak erre. Szerintem a két, hogy hívják a két... Ezek jók lesznek így, de majd meglátjuk. Több szén fog kelleni, az biztos. Olyan dugót csináltak maguknak, én nem értem, hogy miért. Hát simán el tudnának menni amúgy. Na mindegy. Ez itt nem is változott, tehát hogy hívják, ilyen kövessé, mint ennek az udvara. De hogy miért? Mert be kellett volna húzni, így az. Jó, azt még megcsináljuk. Oké, és most nincs pénzünk.
Jó, abban a 13, a liszt az 19, tehát úgymond a lisztet kellene még megerősíteni. Ezt még le fogjuk pakolni. Hát ezt megint benéztem. De így ide fér. És akkor itt szépen termeljük majd a lisztet nagy mennyiségben. Ez jöhet. Ez így jászoknak több sebzés. És hogyha folyamatos lesz majd a termelés, akkor folyamatosan tudom küldetni a hajókat. Rengeteg pénzt tudunk megmozgatni. Meg baromi sok gyémántot, meg ilyesmit hozunk be. És teljesen át fogjuk ide tenni a militári központot. Tehát erre a részre. Itt lesznek majd a egyéb dolgok. De leteszünk le ide a vadászkunyhót, meg hogy hívják ott is, hogy azok is legyenek. De a követ azt mindenképpen be kell támadjuk itt. Mert kövünk az nem sok van. És úgy így folyamatosan, hogyha jönnek-mennek a nyersanyagok, akkor reméljük, hogy jók leszünk. Adjuk el mindet. Elindultak a szamarak. Ez gyárt, ez is gyárt. Egyszerű. Hát ugye a vasat kell most már megerősíteni. Reméljük, hogy ez a kis terület itt aránylag jól fog működni nekünk. Úgyhogy innen fogjuk folytatni, srácok, hogy most itt erre kitörtünk. Itt úgy szépen terjeszkedünk. Ezekkel még várok, hogy kicsit kellene még katonai erő. Hát úgy érzem, hogy azért ehhez még gyengék vagyunk. De most már azért tudunk gyártani behozott aranyagból, meg ezekből adunk felszerelést, úgyhogy fogunk katonákat csinálni. Meg hozunk gyémántokat is. És akkor, ezeket viszont ráküldünk közben ide. És remélem, hogy minél hamarabb ugye eljutunk arra a szintre, hogy ki tudunk törni akár ebbe az irányba is. És akkor megnézzük, hogy arra mi van, de ide biztos, hogy védelmet fogok húzni. És remélem, hogy ezen a hegyen is valami szép kis dolgot fogunk látni. Úgyhogy innen fogjuk folytatni. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor várok vissza benneteket legközelebb is. Addig is jók legyetek. Ali, sziasztok!